A határrendészeti szolgálat generációkat képes összekötni. Van olyan család, ahol a nemes hivatás apáról fiúra öröklődik tovább. Nincs ez másképp a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság idegenrendészeti vizsgálójával sem. A hivatást annak idején ő is és két fiú testvére is édesapjuk nyomdokaiba lépve választotta. Ő ugyanis 30 évig szolgált határvadászként. Hivatástudata és szolgálat iránti elköteleződése mindhárom fiát ezen pálya választására sarkalta. Én is így tudom már 28 éve, hogy felszereltem. Természet szeretete mindenféleképpen közrejátszott a szakma kiválasztásánál. Hasonló mintát láthatott édesapjától a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti kiemelt főelőadója is. Apukája 35 évet szolgált határőrként, mielőtt nyugdíjba vonult. Ahogy fogalmaz, átöröklődött a szolgálat. Az egyenruhát már ő is 28 éve viseli. Határrendészeti elköteleződése vitathatatlan. Megbízható és komoly embert tudál, de az viszont egy felemelő tudat és érzés, hogy valaki közvetlenül szolgálhatja az egész ország, illetve a tárgyokban egy uniós térségnek a biztonságát védelmét a saját munkáján keresztül. Van olyan rendőri vezető, aki határvadászként kezdte szolgálatát, majd később tiszti rendfokozatot szerezve a határvadász század parancsnoka lett. Ma pedig már a Mohácsi rendőrkapitányságot vezeti. Felmenői között nála is volt határvadász. Nagypapája határőrtisztként dolgozott, ezért mindig is vonzotta a hivatásos pálya. Van egy hitvallásom, manapság a élethosszígtartó tanulás alapoz meg mindent, és ha van mellé céltudatosság és akarat, akkor én úgy gondolom, hogy elég sok mindent elérhet az ember. Ha te is közéjük szeretnél tartozni és részese akarsz lenni a nagy családnak, jelentkezz határvadásznak!